Szervezetten, moderáltan, módszeresen beszélgettek a biztonságról a Police Caféban a rendőrei, és főleg olyan szakemberek, akiknek a munkája során a biztonság az egyik legfontosabb kritérium. A városunk részére nagyon fontos a közbiztonság folyamatos javítása, az itt élő lakosoknak a relatív biztonságérzetének a folyamatos javítása. A itt megjelent társszervekkel együtt mindannyian azon dolgozunk, hogy biztonságosabbá váljon a városunk, és erre egy nagyon jó fórum ez a Police Café. Minden megjelent szervezet és minden megjelent munkatárs azon van, hogy az eszméinket, különböző gondolatainkat kicseréljük, és ezzel próbáljuk segíteni a rendőrségnek a munkáját a városunk biztonságosabbá tétele érdekében. Arról szól a Police Café, hogy mitől érezzük jól magunkat ott, ahol élünk, mitől érhető a környezetünk. Kávéházi hangulatot teremtve folyt a beszélgetés, amely során három fontos témát választottak megvitatásra. A hajléktalan kérdést, a kerékpáros közlekedést és az áldozat segítést, hiszen ezeknek a témáknak mindig van aktualitása. A résztvevők pedig egy-egy ügyön közösen dolgoztak. Az egyik az a hajléktalan kérdés. Még mindig aktuális, sőt, hát sajnos egyre aktuálisabb. A másik az egy rátszólag, hogy mondjam, önfelettebb téma, de különben abból is nagyon sok probléma van, ez a kerékpáros közlekedés. És ugye Pécs városában vagyunk, ennek a területét fedi le ez a kafé. A harmadik az pedig az áldozatsegítés. De azt kell tudni, hogy most elég nagy lendületet kapott az országban az áldozatvédelem, az áldozatsegítés. Még 2014-ben ezen a helyszínen volt először a Police Café. Most újra a Zsolnai negyedben sikerült megtartani ezt a biztonsági tematikára épülő rendőrkávéházat. A Police Café 10 részes sorozata Baranya megye 10 járásába indul néhány hét múlva.